200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor, akit méltán nevezhetünk az egyik legismertebb magyar irodalmi brandnek. A költőóriás regényes fordulatokban bővelkedő élete számos ponton kapcsolódott a Párciumhoz, Erdélyhez, Székelyföldhöz. Két részes videósorozatunkban ráemlékezünk. Elsőként Petőfi boldogságának helyszíneit járjuk be. Szendrei Júliával történt házasságkötése és a szerelmes pár mézes heteinek színterein ma is él a legendás költő emléke. Petőfi Sándor 1846. szeptember 8-án találkozott először Szendrei Júliával Nagykárolyban. Az akkor már ismert és elismert alkotónak számító költő szenvedélyes szerelemre lobbant a művelt, irodalomban, zenében is jártas Júlia iránt. A Szendrei család ezekben az években Erdődön élt. A családfő, Szendrei Ignác, a Károlyi család ottani uradalmában szolgált gazdatisztként. 1847. szeptember 8-án, egy évvel megismerkedésük után, Júlia apjának rosszallásával dacolva összeházasodtak az erdődi kastély kápolnájában. Napjainkban a kápolna már nem áll Erdődön, ám az oltár, amely előtt Petőfiék megesküdtek, megtekinthető a megyeszékhelyen. Szatmár németiben, a római katolikus püspöki palota kápolnájában Muhi Sándor, a város elismert helytörténésze mutatta be azt a különleges oltárt, amely előtt Hajdan Petőfi és Szendrei Júlia örök hűséget esküdtek egymásnak. Ez egy nagyon szép barokk oltár, amelynek az oltár képe valószínűleg másolat az itáliai reneszánszra emlékeztet. Különleges ábrázolás módja Madonnának, vagyis Máriának a kis Jézussal, mert ebben az esetben nem a szűzanyának az ölében van a kis Jézus, hanem előtte áll, tehát ritka megjelenítés. A történet során elég sok mindent kellett elszenvedni ennek az oltárnak és ennek az oltárképnek is. Erdődről került Szatmárra. Azért került Szatmárra, mert a kastélyuk után hatalmas adókat kellett fizetni, amit a Károlyiak szerettek volna részben megspórolni, ezért romosítottak néhány olyan épületet, amelyet ritkábban használták. Ezeknek az egyike az erdődi várkastély is. Fel lett újítva közvetlen a bicentenárium, a püspökség fennállásának 200. évfordulója alkalmával, és azóta a régi fényében, régi pompájában tekinthető meg ez az oltár. A lépcsőfordulóban láttunk egy korpuszt, erről mit lehet tudni? Az a korpusz az egy gyönyörű barokk faragvány, az 1700-as, 1770 körül évekből, és azt lehet róla tudni, hogy eredetileg az erdődi várkápolnában állt, pontosan e fölött az oltár fölött, ugyanis a várkápolnának egy viszonylag kis területű, de egy hosszúkás felfele magasodó tere volt, és gyönyörűen kitöltötte ezt. Nagyon regényes az útja ennek a korpusznak, mert nagyon sokan szerették volna a saját templomokba tudni egy ideig. Kraszna Sándor faluban, aztán Kaplonyban volt, és végül a püspökség úgy döntött, hogy ennek itt a méltó helye, viszont, hogy mások se hiányolják, négy nagyszerű másolat készült, egy kiváló fiatal szobrász, Gergely Zoltán, aki többek között a Szent Erzsébet szobrot is készítette Szatmár számára. Koltó, kis magyar sziget a mai Máramaros megyében. A településen álló kastélyban töltötte mézes heteit Petőfi Szendrei Júliával 1847. szeptember 9-e és október 19-e között. Petőfi barátja, Teleki Sándor, a koltói vadgróf meghívására érkeztek. A friss házasok 6 hetet töltöttek édes kettes magányban, mely idő alatt a költő 24 verset írt, amelyek a magyar szerelmi költészet legszebb gyöngyszemei.
Hallgassuk mindenről vendéglátónkat, Bence Kádár Anitát, a Teleki Kastély Múzeumának munkatársát. Hogyan ismerkedett össze Petőfi Sándor Teleki gróffal? Petőfi Sándor és gróf Teleki Sándor első találkozása Nagykárolyban 1846-ban volt, amikor is egy megyegyűlés után bemutatják egymásnak őket. Ez egy nagyon érdekesen indul ez a kis párbeszéd közöttük. Ugye tudjuk, hogy Petőfi nem igazán ismerkedett arisztokratákkal, távol tartotta magát ettől a társadalmi osztálytól, de itt, ha bemutatták, akkor kénytelen megszólítani a grófot. Én akkor most egy eleven gróffal beszélek, így indítja a beszélgetést, és jön a válasz, igen, miért döglöttet láttál-e? Igen, az magam is voltam komédiás koromban, válaszol Petőfi, ugye a válasz jó volt, ő sokat színészkedett, tehát elfogadta Telek ezt a választ. Velem se sokat érsz, mert én is csak egy olyan vadgróf vagyok. És tulajdonképpen ez az a beszélgetés, ami aztán egy barátságot elindít, és gróf Teleki Sándor meghívja Petőfi Sándort Koltóra, hogy eljönne és megnézni, hogy hol él. Ezt a látogatását Petőfinek több is követi, tehát Petőfi visszajáró vendég lesz Koltóra, és egy érdekes kéréssel fordul a grófhoz, hogy elkérhetnie ezt a kastélyt, hogy Szendrei Júliával, a feleségével majd itt tölthessenek néhány hetet. Nagyon érdekes a kérés, ugye? Valahol a két ember rangbéli különbsége ezt nem tette lehetővé abban az időben, de hol keressük ezt a találkozási pontot a két embernél? Tehát mindenképpen eszmei síkon keresendő, ugye? Mindketten a hazáért, a szabadságért bármikor életüket adták volna. Tehát ez volt az a közös pont, ami megtartotta ezt a barátságot. És talán ami feljogosította is Petőfit, hogy kéréssel forduljon a grófhoz, ugye? Természetesen a grófnak a válasza igen, és ők egy csodálatos 6 hetet töltenek Kolton, 1847. szeptember 9-től október 20-áig. Előzménye, hogy ők megesküsznek Erdődön, katolikus szertartás szerint az erdődi várkápolnájába, és rögtön a szertartás után elindulnak Koltóra. Ha jól tudom, nem volt zökkenőmentes ez az érkezés. Igen, így történt, tehát a lovaskocsi kereke eltörik Misztót falunál, ezért ők kénytelenek Nagybányán megszállni aznap este a Fekete Sasba, és hát itt van a nász éjszaka, ezért mondja Petőfi, hogy nem hiába vagyok a csárdák költője, de még a nász éjszakámat is egy csárdába töltöttem, és egy 6 hetet töltenek itt. Hát a boldogság hetei következnek, Koltó különben a Petőfi boldogságának a földje. Itt volt a legboldogabb. Mit mondja az egyik versébe? Szabadság, szerelem, ugye? És folytatódik a vers. Úgy gondolom, hogy Petőfi Koltótól mindkettőt megkapta. Itt íródnak, tehát, mint említettem, a legszebb szerelmes versei, legismertebb a szeptember végén. Beszél a fák alatt, bús őszi szél, mi a szerelem, elértem, mit ember érhet el. Milyen gyönyörűen fogalmaz itt ebbe a versébe, hogy olyan boldog vagyok, hogy reményem sincs. Ezeket a legszebb verseit itt írja Kolton egy somfa alatt, egy kőasztalon. Ez most is megvan, ugye gyönyörűen, gyönyörű emlékhely, zarándokhely is, különben ez a somfa. Mit lehet tudni ezekről a napokról, hetekről, hogyan töltötték itt a napjaikat? Igen, ők nagyon boldogok voltak itt, és megkedvelték őket a falubeliek, és a tanúbizonysága ennek tulajdonképpen, hogy ők keresztszülőké válnak itt Koltón, és megkeresztelnek egy Sebestyén Kata nevű kislányt a református templomba, és hát ennek az emlékére ugye a református egyház majd a múzeumnak ajándékozza a szószéket, és ezt a gyönyörű szószék koronát, most már felújított szószék koronát, tehát erről a szószékről hangzott az íge, amikor megkeresztelték a kislányt. Sorozatunk következő részében Petőfi útjait követve Székelyföldre látogatunk, ahol életének utolsó, hitelesen dokumentált eseményeinek nyomában